Így szeretnénk bejelenteni, hogy a Sülás Áruház előtti, vagyis a Szent György téri általunk B-színpadként említett helyszínen, csütörtökön, lényegében egy egész naposnak mondható rendezvény veszi kezdetét, és pedig a Háromszéki Diákegyüttesek találkozójának idei kiadása. A Diákegyüttesek találkozójának ugye fiatal tehetséges zenészek bemutatásáról szól, és a 90-es években nagy-nagy sikert ért meg, körülbelül 6 kiadása volt 1990 és 98 között. A 95-ös az utolsó, én is megértem, és a meghatározó élmény volt számomra, egyetlen egyen vettem részt. Nem voltam én amúgy aktív zenész, zongorázni tanultam 3 évet, de zenekarban nem tevékenykedtem, de ennek ellenére meghatározó élmény volt a 98-as Diákegyüttesek találkozó, őrzött fényképeket, abban a régi időszakban, meg szép emlékeket. És akkor egy 10 éves kényszer szünet után, amikor senki nem szervezte meg a rendezvényt, 2009-ben döntöttünk úgy, hogy újra lehetne indítani. Szerettük volna azt, hogy színvonalba is egy kicsit hozzátegyünk, tehát értem az, hogy a színpadi fény meg mindenféle technika az jobb legyen, mint annak idején. Ha 10 év alatt egy évtizedet mégiscsak történt valamilyen fejlődés, és ezt is szerettük volna produkálni, szerencsére sikerült is. És az oké, hogy évről évre egyre inkább tényleg túljelentkezés van, és ilyen előzetes szavazással kell a zenekarokat megszűrni, hogy üssék azt a minőséget, meg közönséget is hozzanak. Na most a Háromszéki Diákegyüttesek találkozójában a Háromszéki név az úgy lassan elkopni látszik, csak a tavaly évre gondolok, amikor három marosvásárhelyi, egy udvarhelyi, egy gyergyói, csíkszeredai, brassói, sőt egy kolozsvári benevező is volt a háromszékeken kívül. Én a megyéből egyébként rendszeresen Kézdi Vásárhelyről és Szent Győrről vannak jelentkezők. Balutit Kovászát még nem sikerült megmozgatni, pedig tudjuk, hogy ott is van az ákarok. Szóval a háromszéki elkopni látszik ebből a névből, és lehet, hogy el is kell hagyjuk, hogy nehogy félreértés legyen, mert azt hiszik, hogy csak háromszékek nevezhetnek, de nyilván a helyszín az, ami a háromszéket jelenti, és nem a kötöttség, hogy akkor csak. Ez egy délutáni rendezvény lesz, amelyen számításaink szerint 7 zenekar fog fellépni, 7 diák együttes fog fellépni. Ezt követi majd a díjazás, és a díjazás után fellép a Kalapács zenekar egy Best of pokolgép műsorra, de ezt megelőzi a diák együttesek közül a nyártás csapat, aki tulajdonképpen a Kalapácsnak lesz előzenekar.